A Jászlanykun Szolnok vármegyei főügyészség társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat két tiszasüli férfi, egy apa és fia ellen, akik tavaly decemberben kis híján halálra vertek egy férfit a tiszasüli gáton. A részletekről dr. Bíró Viktor, a Jászlanykun Szolnok vármegyei főügyészség főügyész helyettese adott tájékoztatást stábunknak. Vádiratban foglaltak szerint a későbbi sértett a vádlottak tiszasügyi otthonában lakott ideiglenes jelleggel, ahol 2023. december 26. napján az idősebb vádlottal összeveszett. A vitát követően a sértett gépkocsiba ült és a tiszasügyi külterületén lévő sajfoki zsiliphez hajtott. A vádlottak a konfliktus miatt, illetőleg azért, hogy a személygépkocsit visszavigyék, a sértett után hajtottak. A vádlottak 14 óra körüli időben értek a gáthoz. Itt a fiatalabb vádlott az autóban ülő sértetthez lépett, és őt rögtön ököllel bántalmazni kezdte. Az idősebb vádlott egy feszítővasat vett elő a személygépkocsiból, és azzal a feszítővassal mellkason, illetőleg lábon több alkalommal megütötte a sértettet. A bántalmazás során a sértett a személygépkocsiból ki tudott menekülni, és félelmében a közeli Tisza folyóba menekült. Ide még a fiatalabb vádlott néhány lépésen keresztül követte, fenyegetőleg egy fejszenyelet tartva a kezében, ezt követően a két vádlott személygépkocsiba ült, és a helyszínről elhajtottak. A férfi a bántalmazás következtében életveszélyes sérülés szenvedett, de a kórházba szállítását követően életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Szakszerű orvosi ellátás hiányában a sérülése a halálát is okozhatta volna. Az ügyészség a vádiratában mindkét férfival szemben börtönbüntetés és közügyek gyakorlásától eltiltás kiszabására tett indítványt. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog döntést hozni. A két férfi letartóztatásban várja a döntést.